Pénteken több robbanás is hallatszott Kijev központjában közvetlenül azután, hogy afrikai vezetők küldöttsége érkezett az ukrán fővárosba ismertetni a béketervüket. Vitali Klitschko polgármester szerint az orosz támadások nem okoztak károkat. A város légvédelme állítólag hat rakétát, hat manőverező robotrepülőgépet és két felderítő drónt lőtt le. Ukrajna jelezte, hogy az orosz erők ismét célba vették Krivi Richt, Zelenszky ukrán elnök szülőhelyét, és két ipari létesítményt találtak el. A békéhez fegyverek kellenek, ezt mondta Jens Stoltenberg NATO főtitkár Brüsszelben, miután Ukrajna további támogatást kért nyugati szövetségeseitől. Ukrajna szerint a napokban indított ellentámadása sikeres, Oroszország azonban ennek ellenkezőjét állítja. A Kreml szerint Vladimir Putin orosz elnök kéz bárkivel tárgyalni az ukrán válság megoldásáról. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség igazgatója helyszíni vizsgálat után arról számolt be, hogy még hónapokig biztosítani lehet az aporizsiai erőmű hűtővíz ellátását. Elmondása szerint számos intézkedést tettek az atomerőmű helyzetének stabilizálására a Nova Kahovkai gát leomlását követően. A blokkok számát és a beépített teljesítményét tekintve ez Európa legnagyobb atomerőműve, és tavaly március óta az orosz erők ellenőrzése alatt áll, a környékén heves harcok dúlnak.